Ne zuhanyoztam, szappannal megmostam minden porcikámat, különös tekintettel a testnyilásokra, valamint a lábujjal közére és a köldökömre. Ami még soha nem jutott eszembe, pedig igen egészséges. Megmostam a hajamat felnőtt samponnal, és bekentem hajzselével, hogy csillogjon. Hát hogy gyerekek, már régóta meg kellett volna, hogy szabaduljak, de valahogy sose adta ki úgy a lépés, hogy eljussak idáig, de most erőt vettem magamon. Ha most lenne nálam egy tojás, akkor itt az ülésen tudja, hogy megsülne. Olyan meleg, mint az állat. Hogy tetszik a babapopsi arcom? Szépen meg vagyok borotválkozva, ilyen úgy nézek ki, mint egy 18 éves. Vagy mint egy 6 éves. Csak szerintem. Épp nem. Igen, csak szerintem. Többiek szerint nem. Szafcsi. Mi a baj? Süti. Mondtam. Ez nem süti, hanem ülés. Nem, de nem. Ugye, nem próbáljuk már ki, hogy majd egy tojást megsütünk rajta. Megsülne rajta a tojás egy kicsit? Sülás. Szerintem megsülne. Nincs egy tojásodok? Hát nekem nincs. Pont nincs nálam most tojás. Nekem nincs, ez most mi, ez egy célzás volt, hogy nekem van? Nem, hát pont kifogyott a neszeszeremből a tojás, amit magammal van. Ja, értem. Na jó, induljunk akkor, mert meg fogunk sülni. Hát a nap az nem most fog kezdődni, de a vlog az igen, ebédidővel. Úgyhogy most ebédelünk. A mai nap volt szerencsém megismerkedni valakivel, aki egy konkrét ötlettel keresett meg, ami egyébként nekem is eszembe jutott már, csak egyelőre nem nagyon foglalkoztam vele. A videózáshoz, illetve a YouTube-hoz kapcsolódik, de ennél többet nem is szeretnék, és nem is mondhatok el róla. De nagyon remélem, hogy hamarosan olyan fázisba ér ez az ötlet, amikor egy része már megvalósul, és akkor konkrétan beszélhetek róla, annélkül, hogy bármit is elhallgatnék. Egyébként ő egy nézőm, és pár nappal ezelőtt keresett meg e-mailben, és hát a mai nap folyamán pedig beszélgettünk, csináltunk egy videokonferenciát, és ő ott elmondta a konkrét dolgokat, ami nekem nagyon szimpatikus volt, maga a személy is, és az ötlet is, úgyhogy igen, mondtam erre a kooperációra. Hát nagyon bízok benne, hogy sikerül valamit együtt, valami jó dolgot összehozni ebből. Most viszont meg kell csináljam a BMW-nek a lámpáját, ugyanis az angyal lámpa nem nagyon működik, valami érintkezési hiba lehet. Egyébként én nagyon szeretek bütykölni az autón, hogyha olajcseréről van szó, azt is szintén én szoktam megcsinálni az autón. Igazából ezek olyan dolgok, amit otthon egy kis ügyességgel meg lehet oldani, és nem kell több ezer forintot fizetni egy szerelőnek. Igazából ugyanazt csinálja, mint amit te. Csak hát igen, fel kell készülni arra, hogy egy olajcserénél nem mindig sikerülnek úgy a dolgok, mint ahogy azt az ember elvárja. Én a múltkor például sokkal kisebb bödönkét találtam, mint ahány liter olaj van a motorban, és így konkrétan szétfolyt az egész udvarba, ami valljuk meg őszintén, hogy nem igazán szerencsés dolog, de hát ez van, mindig tanul az ember valamit, legközelebb egy olyan bödönkét fogok választani, amiben már bele fog férni az összes olaj. Most már működik mind a két világítás. Szuper! Oh. Kiegyenesedett a hajad? Igen. Szép? Hát másképp nézel ki vele. Hány évet tagadhatok le, vagy adhatok hozzá még? Tízet. Mi tízet? Minusz vagy plusz? Minusz. Oh, hát akkor mi? 7 éves nem?
Szandrát visszük vissza a buszmegállóba, ugyanis ő megy vissza Szegedre csavízni a barátaival. Mi meg itt Makón fogunk találkozni a barátainkkal, akiket már oly régóta nem láttunk. Egy pár óra erejéig. Anyukám, anyukám, talált ki, hogy az én nagy szerelem ugyanki. Így van a mondók. Mi ez a mondóka? Nem. Anyukám, anyukám, talált ki. Anya hím. Szia, anya! Szia, Robika! Szia! Ezt a virágocskát, ezt apák napjára kaptad? Én nem is tudom, ezt szerintem Nóri kapta, vagy nem. Igen, Nóri kapta. Tényleg? De jó! Hello, Viola! Kabó, hova mentek holnap? Vagy máma reggel? Vagy mikor indultok? Hú, mikor indulunk, éjfélkor indulunk. Csodaszép Plitvicei tavakhoz. Úgy csinálunk egy élő bejelentkezést? Aha. De ott van wifi? Vagy van, van. Tudod, hogy óriási vihar mutass jobb. Most holnap. Nem, de, nem. De oda nem. Nagyon jó időnk lesz. Megmutassuk a nézőknek, hogy milyenek a Plitvicei. Na, hova megyünk? Plitvicei tavakhoz, a Plitvicére. Tomi, történt veled valami vicces? Soha. Velem semmi nem történik, egész héten csak dolgozok, kimerülésig, végkimerülésig, szóval... Csajokkal hogy állsz, Tomi? Van most barátnőd, amúgy? Nincs. Haj! Közelem, nincs. Na, szingli lányok, hogyha érdeklődés mutattok Tomi iránt, akkor írjatok nekem. Ez az újabb társkereső vlog. Új profilodon, igen. Nem, muszáj egy picit feldobjam a mai vlogot, mert az a helyzet egy kicsit lapos volt az eleje. Alud. Hát figyelj, most itt jó sokan vagyunk. Ha megyek, akkor aludni. Jó sokan. De visszajövök később, kikozmetikázom magamat, és tele lesz. Igen, a két Gabi is keresi az igazit. Szóval úgy, az történt, hogy megbontottam az előbb, és elszakadt a papucsom, ezért most itt mezítláb kell idétlenkedjek egész nap. Nézzétek, milyen szép tisztad lesz a talpam! Hol egy kuka? Robinak a mutatványa következik most, nem vállalok ért a garanciát. Festés, kéz, ajtóberakás. Kész? Fölham. Hang jó? Van. Fókusz. Az is jó. Hét elején. Oh my god! Ha tudjátok, hogy ennek mi volt a lényeg, akkor ide a videó alá kommenteljétek be, Léci. Most mi az én fejemet neved? Ugrossál idáig, Gabi! Kigurul a kamerába. Ó, lábújtad a sopukban, nagyon fel. Nekem ilyen problémám nincsen. Ja, te vezet lábad. Megtaláltam. Kipróbálhatod a spinnert. Köszönöm. Csere. Mit szólsz hozzá? Jó játék! Na, ennyi volt a spinner. Kész.